Egyelőre várakozás alatt szerepel a sényői futballcsapat. A nagyszerű tavasz produkáló együttes egy győzelemmel és két döntetlennel kezdte a szezont, aztán következett egy pontszegény sorozat. Szeptember végén újabb két sikert könyvelhetett el Imrő László és Fiumei Viktor együttese, azonban az utolsó három meccsén a Diósgyőr 2, a Putnok és a Cigánt ellen pont nélkül maradt a sényű, amely jelenleg a 13. helyet foglalja el a 16 csapatot számláló mezőnyben. Nevek alapján legalábbis ugye elég jó kis keret jött is nyáron. Mi is sokkal többet vártunk, és sokkal jobb helyre gondoltuk a csapatot. De azt is látni kell azért, hogy elég kiegyenlített a mezőny, igaz 13-ok vagyunk, de 5 pontra vagyunk ott a 7. helytől. Elég sűrű, elég jó csapatok vannak egyébként. Bárki ellen képes partiba lenni. Tény és való, ugye az utóbbi mérkőzések nem úgy sikerültek. Ráadásul ugye a csapatokkal játszottunk. De úgy igazán egy-két meccset leszámítva eddig sehol nem játszottunk ilyen alárendelt szerepet. Sajnos mindig ilyen szimpatikus vesztes szerepébe tetszelgünk. Egy nagyon kicsit szerintem még jobban kellene koncentrálni. Sokszor van az, hogy van egy nagyon jó első fél idő, aztán kijövünk és egy vagy vezetünk is például az első fél idő, aztán kijövünk és olyan gyermetek és buta gólokat tudunk kapni. Valamint ugye, akik eddig ugye a hátán cipelték a sényűt éveken át, ugye, ők most ugye egy kicsit gyengébb teljesítmény nyújtanak, aztán ez is rányomja a bélyegét erre a szereplésre. Vasárnap az eddig 3 ponttal többet gyűjtő, jelenleg a 10. helyen álló Eger otthonában javíthat a sényű. Bízok abban, hogy az előző években, ha visszagondolok, ugye ott mindig jól szoktunk játszani, mindig jó meccseket játszunk, általában nyertesen szoktunk kijönni ezekből a párharcokból, de továbbra is tartom. A heti munka alapján mindig nagyon bizakodóak vagyunk, mert beleteszik a fiúk a melót, valaminek egy kicsit át kéne fordulnia vagy billennie, aztán szerintem sikeresebbek lennénk. A 13. forduló további párosítása a következő, DV1-C2 Deac, Cigánd, Tiszafüred, Putnok DVTK2, Salgótarján Újpest 2, Karcag Reac, Tiszaújváros Kisvárda 2 és Gyöngyös 60.